Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi programsorozat záró előadásán. Január 22 a Magyar Himnusz születésnapja, és 1989 óta a Magyar Kultúra Napja is. Ez nem piros betűs, de mindenképpen nagyon jelentős ünnepnap. Elsősorban a humán kultúra fontosságára emlékeztet bennünket ez a mai nap, hiszen a művészetnek, kultúrának nemzet megtartó ereje van. Ez tartott meg bennünket a himnusz által emlegetett vérzivataros századokban, és ez tart össze bennünket a mai napig is. Az intézményünk évről évre próbál megfelelő minőségű, a kereteinkhez képest megfelelő minőségű programokkal tisztelegni jeles ünnepelőt, és próbáltuk ezt tenni ebben az évben is, hiszen akik részt vettek hétfői napon, Bauer Barbara írónő volt a vendégünk, egy író-olvasó találkozón, és most nagyon sokan vannak itt a sorok között, akik kifejezetten azért jöttek, hiszen a Körömvirág együttes zárja a Magyar Kultúra Napját itt Derecskén, akiket nagyon sokan ismerünk, és Pető István versmondóval egészül ki az együttes, aki Ady Endrét fogja nekünk itt most megeleveníteni a színpadon. A Körömvirág együttes frontembere Kocsis Csaba, aki szintén nagyon jó barátunk, és nagyon sokat van itt Derecskén különböző programok kapcsán. Az ő alkotása és összeállítása ez a mai est a címe Dalok a labdatérről, ami Ady halálának a 100. évfordulójára alkotta, és arra született ez az előadás. Amit el csak hittem,
hogy ne hirdetnélek, egyszerre szakad rám, áldozat és élem. Hogy ne szeretnélek, hogy ne hirdetnélek, egyszerre szakad rám, áldozat és élem. Köszönöm a Károlyt, az alig megnevezett szentét nyilas kicsit akarom mondani, Pető István helyett. És Kocsis Csaba! Köszönöm szépen.